Szépen alakul a Földes Gábor út szinte teljes felújítása, néhány nap múlva végeznek is vele a szakemberek. Ez is része a 2,5 milliárdos adivárosi parkoló és parkfejlesztési projektnek, ami a győriek régi kérése volt, most pedig a szükséges forrás is megvan a munkák elvégzéséhez. Nagyon sok fogadórai meg utcai beszélgetésnek ez volt a legfőbb tanulság és a legfőbb kérése, hogy sok helyen kell javítani Győrben a parkolási helyzeten, de a legrosszabb helyzet Adivárosban volt. Ezért a kormánynál megharcoltam, megküzdöttem azért a 2,5 milliárd forintért, ami ide került Győr városába. Győr város bonyolítja le azt a fejlesztést, felújítást, amelyet az itt lakókkal közösen terveztünk meg. Ez a fejlesztés arról szól, hogy részben 166 új parkolóhely készül különböző megoldásokban, Földes Gábor utca, Kodály Zoltán utca, illetve a közösségi tereket újítjuk meg. A Kuópió Parknak az elhanyagoltabb oldala része is megújításra kerül különböző közösségi, illetve sportcélú fejlesztésekkel. Győrben az egyik legnagyobb probléma már jó ideje a parkolás, például itt a Kuópió Park környékén is. Ezen segíthet sokat az összesen 166 új parkolóhelyet eredményező beruházás, ami jó ütemben zajlik. Azt mondtam, hogy reális dolgot kell csinálni, legyen egy parkolólemez, és erre meg is szereztük a pénzt parlamenti képviselőink segítségével, és épül ez a parkolólemez, ugye egy többszintes parkolási lehetőség, ami nyitott, és ezért parkolólemeznek nevezzük, nekem is meg kell szólni még ezt a kifejezést. Viszont amikor bejártam ezt képviselőurakkal a környéket a polgármesteri vizit kapcsán, akkor láttam, hogy a Kodály Zoltán utcával párhuzamosan a házak mögött van egy olyan szervizút, aminél most állunk, ami egyébként a Móra iskolához is vezet, amin a szemetes autók járnak már évtizedek óta, és teljesen tönkrement egy gidres-gödös borzasztó út volt. Nagyon sokan panaszkodtak rá, balesetveszélyes is volt. Úgyhogy ezt most teljesen felújítottuk, és a Kuópió Parki parkolólemeznek az építése kapcsán egy sokkal kiterjesztettebb útfelújítást végzünk. Ugyancsak a projekt része volt, és iskola kezdésre el is készült a Móra iskola melletti szervizút felújítása. Ez is régi adósság volt a lakosság felé, ezért is nagy öröm, hogy a fejlesztés első szakasza végre megvalósult. Nagyszabású útépítések zajlanak Adivárosban több helyen, illetve egyéb nagy beruházás is, mint a Kuópió Parki parkolólemez, illetve a Grabosátor, de egy fontos járdaszakasz újult meg, és hát az volt a lényeg, hogy iskola kezdésre elkészüljön. Ott van a Móra iskola, a Szivárvány óvoda, a mögötte lévő szervizút nagyon rossz állapotban volt. Ezt mi tudtuk, hiszen éveken át nem volt jó állapotban, folyton eső volt, megállt rajta az esővíz, sáros volt. Anyagi forrás hiányában nem tudtunk megvalósítani, viszont most az első ütem elkészült, hogy elindulunk a Földes Gábor utcáról, egészen most a Móra iskoláig megvan, de folytatódik majd az Ifjúság körút irányában. Úgyhogy köszönöm polgármester úr támogatását ehhez, illetve Karákos országgyűlési képviselőnek és Simó Róbert Balázsnak is, hiszen egy nagy állami projekt keretében zajlanak részben a felújítások, fejlesztések. A jövő hét elejére tehát kész a Földes Gábor utca, viszont a korábban a Kuópió Parkban kialakított ideiglenes parkolókat időközben megszüntetik majd. Közben gőzerővel készül a parkolólemez is, a teljes fejlesztés befejezési határideje pedig 2023. április vége. Onnantól már sokkal könnyebb lesz majd parkolni a sűrűn lakott adivárosi körzetben.